Jó napot kívánok! Egy héttel ezelőtt derült ki, hogy a köztársasági elnök Novák Katalin egy pedofil bűnöző bűntársát engedte szabadon a börtönből. Az elnök ezek szerint egyetért azzal, hogy egy ilyen embernek nem büntetés, hanem szabadság jár. A részleteket maguk is ismerik. Novák Katalin azonban nem egyedül döntött. A kezdeményezést Orbán Viktor kormánya nevében Varga Judit miniszter terjesztette az elnök elé. A kormány szakmai, az államfő erkölcsi, politikai felelősséget vállalt abban, hogy egy pedofil bűncselekmény miatt jogerősen elítélt embert kiengedtek a börtönből, tisztára mostak, és ami legszörnyűbbé teszi ezt az egész helyzetet, hogy ezt az embert újra gyerekek közé engedték. Gyalázatos viselkedés ez. Gyalázatos az elnöké, Novák Kataliné, gyalázatos a miniszteré, Varga Judité, és gyalázatos a kormányfőé, aki a köztársasági elnököt és a minisztert posztjára javasolta, és akinek a kormánya nevében a kegyelmet kezdeményezték. Ezek után tegnap Orbán Viktor alkotmánymódosítást kezdeményezett. De ezzel a lépéssel ő maga tette egyértelművé, hogy még az ő személyes, szakmai és politikai meggyőződése szerint is alkotmányellenes pedofil bűnökben résztvevőnek kegyelmet adni. Vagyis ő maga ismerte be, hogy saját alkotmányos hite szerint is Novák Katalin valójában alkotmányellenesen cselekedett. Ha pedig ez így van, akkor Novák Katalin nem maradhat a köztársaság elnöke. De nem elég felháborodni. Az ellenzék legnagyobb közösségeként az a feladatunk, hogy minden eszközükkel megvédjük a gyermekeinket a pedofil bűnözőktől. Ezért tiltakozunk ezrekkel és ezrekkel együtt ez ellen a borzalmas kegyelem ellen, ezért kívánjuk új jogi szabályok megalkotásával megakadályozni, hogy ez még egyszer előfordulhasson, és ezért kezdeményeztük Novák Katalin köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítását. De mi nem állunk meg itt. Az Európai Bizottságnál azt kezdeményeztem, hogy a pedofília mellett annak segítését is minősítsük európai bűncselekményé. Azt szeretnénk elérni, hogy a pedofil bűncselekményt elkövető és az őt segítők is ugyanolyan szigorú büntetést kapjanak. Erős európai védelemmel kell garantálni, hogy soha többé egyetlen európai országba se fordulhasson elő, hogy gyerekeket szexuálisan bántalmazó elkövetők szabadlábra kerüljenek, és ami Novák Katalin tettét különösen gyalázatossá teszi. Meg kell akadályozni, hogy ezek az emberek újra gyerekek közé mehessenek dolgozni.